Szavaztok, szép jó napot! ma is nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit elkészítünk egy fantasztikus csokitortát, ami lényegében nagyon egyszerű bárki oda tud állni születésnap, névnap kis szerelmes meglepetés és pillanatok alatt el lehet készíteni egy ilyen csuda, finom csokitoltát láthatjátok az alapanyagokat igazság szerint itt még minden nem láthatok, hiszen a csokoládékrém az egy picit később készül amivel meg fogjuk kenni, le fogjuk bulkolni a tortánkat. Itt maga az alap kakaós piskóta receptjét mutatjuk meg. Láthattok bal egy sütőformát, ezt ki fogom vajazni, ki fogom morzsázni. nyilván ne ragadjon bele a piskóta tésztánk, és értelemszerűen lehet ezt zsírpapírral ö, kibélelni, tehát sütőpapírral, zsírpapírral kibélelitek, ott se ragad bele a tészta. 10 darab tojás fogok felhasználni, egy csipetnyi sót, Láthatok lisztet, polcukrot, kakaóport, és ami nektek esetleg érdekes lehet, és nem mindennapi a piskóta tésztába, az egy kevés olaj, 5-6 centiliter, de ezt is csak egy kakaós piskótánál szoktam alkalmazni. Ugye ennek az a lényege, gyorsan elmondom, hogy a kakaó által, ha csak kakaót tennénk bele, egy nagyon picit úgy mexikadna, tehát hogy megszáradna a piskóta, egy kicsit nyögven elős lenne, a kakaópor miatt hangsúlyozom, így egy pici olajat belevéve kellemes piskótát kapunk, kellemesen puha lesz az egész. A mérése kitérve, ugye ismertek, én nem nagyon szoktam piskóta tésztát mérni, sőt soha nem mérek, most a ti kedvetekért azért lemértem a mennyiségeket, mert itt ugye adott a dolog, és ha elmentek esetleg egy táborba, egy vadászházba, egy jó isten tudja hova, ahol nincsen mérleg, akkor ez egy nagyon hasznos információ, de ez több be szerepel már, ugye ahány tojás, annyi kanál liszt, annyi kanál cukor, viszont lágy tojás, mással nem is kell foglalkoznotok. Na most, ha elles tojásról beszélek, egy nagyobb tojásról, akkor egy pupozott evőkanál liszt, ha egy SMS -s tojásról beszélünk, akkor egy ilyen fél pupozott evőkanál lisztről lehet beszélni, a cukor az nyugodtan maradhat annyi. Na most ennél a receptnél is mivel belekerül egy jó három evőkanál kakaópor, nyilván három evőkanál lisztel kevesebb fog belekerülni, ez nagyon fontos. Be fogjuk tenni a 180 fokos sütőbe, előmelegített sütőbe, és gyönyörű szépen meg fogjuk sütni, tudjátok, tűpróba, amikor beszúrjátok neki a tésztába, és már nem ilyen mázgás a tészta, hanem ragacsos, kivehetitek, megtöltéhet a kihűtés, és menet közben el fogjuk készíteni a krémet. Na, nem dumálunk tovább, azonnal jövünk, szétválasztom a fehérjét a sárgájától, és elkezdjük a receptet. Tojások szétválasztva, mindenki a helyén várja a sorsát. Láthatjátok itt a fehérje egy külön kis üsbe, ezt gyorsan be fogom dugni a hűtőbe, minél hidegebb, annál jobban fogunk vele a későbbiekben dolgozni na ezt félre is tesszük és láthatjátok itt van benne már ságája ehhez hozzá fogom tenni a polcukrot Alika egy kis helyet használj nekem tökéletes és hozzá fogom tenni ezt a nagyon pici sót és elkezdjük habosra kikeverni ez így géppel egy jó 10 perc meglátjátok nagyon kellemes, habos és testes lesz a kém, utána fogom beletenni csak a kakaóport és az olajat. Le is kapcsoljuk a gépet, és nézzétek meg, gyönyörű szép testes kémet kaptunk, ugye ez az alap a tojásnak a ságája és a porcukor. Most hozzá fogom tenni a kakaóport és az olajat, óvatjával, hogy nehogy mellé jön, csak úgy a keverőt, hát ilyenkor nem tudom kiszedni, mert folyamatosan csöpög, de nincs is jelentősége, hanem minden hátulról fogom a kakaóport hozzászólni, és éppen finoman elindítva, ismételten tovább fogom keverni körülbelül egy ilyen jó 5 percet, itt egy kisebb fokozaton induljunk el. És még mielőtt ezt elindítanám, látjátok itt a fehérjét, ide hoztam egy kis gépet, és itt meg nagyon gyorsan kőkemény. Ha hát pontosabban nem kőkemény, erre is kitérnék, kemény habot fogunk verni, de ne legyen az a teljesen kemény, mint hogy a fejetek fölé fordítjátok, és nem esik ki, ismeritek a dolgokat, hanem ez a piskóta tészta egy nagyon-nagyon picit még tudjon a haváltal nőni a formába. Na, hagyd szóljon! Elkészült a tojásfehérje, és teljes mértékben meg vagyunk a csokoládé és alapkrémünkkel is, ugye ami a kakaó, tojás sárgája, porcukorból keletkezett, és a kevés olajból. Na, félre fogom tenni most a keverőgépet, egyetlen egy másodperc, rendet csinálunk, egészséges kupit megszüntetjük, és elkezdjük összekeverni a masszánkat. El is kezdhetjük összedolgozni a masszánkat. Itt többféle lehetőség van egyébként, én megmondom melyiket szoktam használni. Tehát most láthatjátok, ugye ezt a masszív kakaós krémet ha ez most hozzátenném a lisztet, még jobban bekeményíteném, bekeményíteném, nem célom ez, hiszen akkor nagyon nehéz lenne a tojás fehérjével összedolgozni. Annyit fogok tenni, szépen fokozatosan, mint látjátok, és nem kőkemény a fehérje, de szépen megtestesedett ez is, hozzá fogom folyamatosan adagolni, mondjuk egy 3-4 részletbe, és nagyon lazán fölülről, vagy alulról fölfele bocsássatok meg, gyönyörű szépen ki fogom keverni a fehérjével. Így el fogom lazítani lényegében. Amikor ez megtörtént, utána fogom szépen csak hozzáadagolni a lisztet, és nem kell félni, a hab föl fogja venni, nem lesz egyáltalán csomós a krém a liszttől. Jöhet a következő, és így fogok eljárni, míg el nem fogy a hab. Meg is vagyunk a kikeveréssel. Most egy-két-három részletbe hozzá fogom adni a lisztet, és úgy szintén nagyon óvatosan el fogom keverni benne, és mint említettem, nem kell félni, nem lesz csomós a masszánk. El is készültünk a teljes kikeveréssel, nincs más hátra, és nézzétek meg, nagyon szép laza tészta, nincsenek benne csomók tehát ezért is említettem, óvatosan összekeverni, és tökéletes tésztát kaptok. Láthatjátok a kivajazott, kimorzsázott formát, nincs más hátra, szépen bele kell helyezni ezt a masszát. És gyönyörű szépen, utána nyilvánvaló, el fogjuk igazgatni. Minden cseppje kincs, kiszedünk mindent belőle nagyon-nagyon fontos, hogy nem maradjon semmi. Hozunk egy habkátyát, és tovább gyorsan kiszedem az egészet belőle. Egyébként egy ilyen formánál lehet több tojással is dolgozni. Most mi szándékosan nem készítettünk többet. Tehát egy ilyen forma akár elbír 13, 14-15 tojást is. Főleg, hogyha fehér piskótával dolgoztok. Tehát nem csokoládéssal, nem kakaossal. Ugye ez egy kicsit a kakaós piskóta, egy nagyon-nagyon picit masszívabb, mint látjátok a kakaó miatt is. Na hát lehúzzuk ezt a nagyon picit, és nincs más hátra, mint előre. Megy a 180 fokos sütőbe, és gyönyörű szépen megsütjük, ahogy megsült, megmutatjuk nektek. Körülbelül három perc kész a piskótánk, addig nagyon gyorsan elkezdjük elkészíteni a csoki krémet. Mint láthatjátok, előkészültünk mindennel, a vajat beletettem a keverőtába, kicseréltük a gépen a munkaeszközt, föltettünk egy jó kis krémkeverő feltétet, és ugye ez a vaj szobahőmérsékleten olvad föl, tehát mindenképpen fontos nekemény a dolgozzatok, sokkal jobban kikeveri a gép a krémet. Láthattok porcukrot, ismételten egy kevés holland kakaóport, és nem utolsó sorban egy fém láboskába tettünk vizet, ugye vízgőz fölött fogjuk mindenképpen ezt a csokoládét felolvasztani, és ez természetesen megy a krémhez hozzá. Itt nagyon fontos megjegyeznem, 40-45 foknál tovább nem menjetek, nem főzzük meg a csokoládét, éppen hogy fölolvasszuk, tehát ez is nagyon fontos. Na, nincs más hátra, egyszerűen beteszem a gépbe az edényt, hozzáöntöm a porcukkerót, egy pár mozdulattal, a kakaót még egyelőre nem teszem hozzá, és így elkezdjük ezt kidolgozni egy jó 10-12 percig menet közben kijött a piskóta is a sütőből, és most hozzátehetjük tehetjük a kakaópolt a vajas masszánkhoz. Én nézzétek meg, a piskóta nagyon szépen megsült, tökéletes, ezt majd szépen egyenlő részre föl fogjuk vágni, és ugye be fogjuk tölteni ezzel a kafa kis krémmel. Hozzátesszük a kakaóport, és ismételten egy három percig tovább fogom keverni, és utána már csak a olvasztott csokoládé jöjjön hozzá. Meg vagyunk az olvasztott csokoládéval is nézzétek meg. 40-45 fokon olvasztottam föl, tehát semmiképpen nem főztük meg. Most egyszerűen megfogom és hozzá fogom borítani ehhez a vajas alapunkhoz, és még egy 10 percig folyamatosan kifogjuk keverni. Le fogom állítani a gépet, van egy jó órás dolgom, elmegyek itt holról, addig kellemesen meghűl a krém, hogy a piskóta már hűl, és szépen elkezdjük fölvágni és betölteni ezt a jóságos kis tortát, amit én szerintem nagyon-nagyon gyorsan el fogunk fogyasztani. Na mehet is vissza, hadd egy óra múlva találkozunk körülbelül mehetünk is tovább a tortánkkal. Láthatjátok, kivettem a hűtőből a krémet, most gyorsan hazajöttem, egy jó órát el voltam. Áthelyeztem ezt a piskótát egy olyan formába, biztos ismeritek, ami így oldalt, nyitott részekkel rendelkezik, tehát pontosan egy cukrászkéssel be tudom szépen vágni. Lényegében ez azért van, hogy egyenletesen vágjuk, ugye ez félig van megnyitva, amikor végzek az egyik felével, nyilván fordítok egyet rajta, és a másik felét is be fogom vágni. Melyiket lehet üzletekbe kapni, nem egy nagy technológia. Ha valakinek nincsen, akkor nyugodtan rá van bízva szemmérték. Lényegében én is ezt nemrég vettem, mert megláttam, de hát 10 évig vagy 20 évig enélkül dolgoztam. Na, látjátok itt egy cukrászkés, egyszerűen megfogom, és a legelső résznél már el is kezdem bevágni a piskótánkat. És így fogok tenni minden résznél. Látjátok, félig tudjátok bevágni, itt a feléhez elérkeztetek, akkor megfogja, megfordítjátok a piskótát, és ugye jön ez a fele. Teljesen jó, fordítottunk egyet rajta, és jöhet minden is a bevágás. Jó, tökéletes, így fogok eljárni minden lapnál. El is kezdhetjük összeállítani a kellemes kis csokitoltánkat, és még egy másodpercre azért megmutatom nektek, hát hiszen végig mentem és öt lapot kivágtam. Nézzétek meg, tehát gyönyörű, szép, szabályos, öt szeletet tudtunk kihozni, ugye itt az ötödik szelet rajta. Egyébként elmondom, hogy ez most éppen a teteje, ami az aljára kerül, tehát én mindig arra törekszem, hogy ugye a teteje legyen majd a legszebb, a legegyenesebb, és nézzétek meg ezt a kis szelkentyűt, tényleg nem hirdetvén mondom, hogy most szaladjatok, vegyetek egy ilyet, de nagyon jó lehet dolgozni vele, és tényleg látjátok, milyen szabályos, szép szeleteket vágtunk. Ez pár ezer forint, és lényegében egy életen át elkísér 26 és 28-as méretre lehet állítani. Énként láttam már nem egy üzletbe, ahol 24-es, 26-osra, vagy azt hiszem 20-asra is volt, tehát teljesen mindegy. Kisebb formákba is ezt lehet kapni. Én azt mondom, hogy nagyon praktikus, aki gondolja, szerezzen be egyet, aki nem az megvágja, ahogy eddig szokta. Én is egyébként tényleg, tehát mindig szemre vágtam. Csak ugye na, hát így csak jobb azért, nem vagyunk cukrászmesterek, otthonra dolgozunk, de ha megadjuk a módját, akkor tényleg egy fantasztikus tortát kapunk. Na, csokoládékrém, mint látjátok, kivettem a hűtőből, most hazaérkeztem, egy jó órát el voltam, egy nagyon picit meghúzott, de természetesen nem szabad azt se hagyni, hogy teljesen kőkeményre ez bekössön. Megfogjuk, és gyönyörű szépen, ahogy szoktuk, és el fogjuk osztani ezt a krémet nyilvánvaló, és úgy fogjuk elosztani, hogy én a habzsákba egy kis csillagcsővel még egy pici díszítést is fogok rátenni, tehát egyszerűen megfogjátok, és egyenlő arányba a piskóta tésztán elosszátok. Meg vagyunk az első réteggel, tökéletes, most jöhet rá a következő lap, ami nézzétek meg mennyire szép szabályos, tehát tényleg van jelentősége ennek a dolognak szépen eligazgatjátok, hogy pont odaessen ahova kell és lényegében ugyanígy elkezdünk enni ezt minden rétegnél meg fogom tenni és már csak a díszítés fog a végén jönni rá de hát azt is megmutatjuk nektek szépen megkentük a egész csokoládétoltánkat kémmel nézzétek meg. Tehát itt a lényeg, hogy oldalát, tetejét egyenlő arányba mindenhova jusson, és egy nagyon pici, mint láthatjátok, megmaradt a keverőtába, de hiszen ezt szándékosan hagytam meg, hiszen most visszateszem ezt a tortát, egy jó egy olyan hosszára ismételten a hűtőbe. Ugye mi alatt dolgoztok, ez egy vajas kém, elkezd lazulni, tehát minél gyorsabban kell ezt is fölkenni, itt ebben nincs is probléma most, hanem inkább ebben van olyan szinten a probléma, hogy ezt most nem tudom zsákba betölteni, tehát kell várnom körülbelül egy olyan jó 20-25 percet, teszem a habzsákba, és szépen fölspicceljük a tortát, amit csak természetesen, már megint én a hibás itthon, holnap tudunk fölvágni, holnap tudjuk megmutatni nektek, de ezt a gyors felspiccelést az én még megmutatom. Reszelünk egy kis csokoládét a tetejére, ugye egy kis díszítés gyanánt és lényegében kész is van a gyönyörűséges csokoládét Hát lehet, hogy nem olyan lesz, mint a XY cukrászdába, de higgyétek el, házilag egy ilyen csokitolta bombasztikus. Na, hamarosan jövök, spiccelek! Kicsit visszahűlt a csokoládétoltánk, oltánk, menet közben csináltam egy kis csoki forgácsot, majd a tolta tetejére, megtöltöttem egy habzsákot, beletettem egy csillagcsövet, és egyszerűen itt már mindenkire természetesen rá van bízva, hogy hogy díszíti a süteményt. Hát itt ökletek lehet kerek forma, húzott forma, tehát itt tényleg rátok van bízva, hogy hogy díszítitek meg. Én egy egyszerű kis elhúzott technikát használok, de tényleg nincsen jelentősége. Ezt meg fogom tenni így az oldalával végig, és ide a tetejére, csak itt is elkezdvén mutatom nektek. Fogok készíteni ilyen kis rózsákat, és a közepére meg rájön a csokoládé forgács. Megy vissza egy éjszakára a hűtőbe, és másnap lesz itt igazából már a felvágás, de azt inkább egy ilyen index kép formájába fogom megmutatni nektek. Most, ahogy főspicceltem, megmutatjuk a végeredményt, és index képbe megbeteszek egy felvágott szeletet másnapra. El is készültünk a csokoládé toltával, főspicceltük felül, főspicceltük oldalt, a tetejére egy nagyon kevés csokoládé forgácsot szóltam. Mondtam nektek, hogy hát pipak össze lehet hozni egy tortát Igen, mégis össze lehet tényleg pikpak hozni, egy nagyon-nagyon pici hűtés, visszahűtés, ugye ezek azért szükségesek hozzá, tehát ilyen szempontból azt mondom, nem egy nagy technológia, nem egy négy diplomás munka, el lehet készíteni, és akár tényleg egy kis szerelmi ajándéknak, vagy születésnap, névnap, egy baráti összejövetel, egy ilyen toltát oda csaptok, és akkor mindenki csak mosolyog, mint az áru, amit láthattok most is. Lényegében, amit még el szeretnék mondani, és nagyon fontosnak tartok, van nekem egy nagyon kedves barátom, Peti-nek hívják, nem mondom a várost, ahol ő tanít. Értelmi fogyatékosokkal foglalkoznak abba az iskolába, és a Peti barátom alakított ott egy kis kukta szakkört, ezt gondolom elmondhatom, és a srácok, lányok, akik odajárnak ebbe a kiskukta kukta szakkörbe, minden alkalommal megnéznek egy szokiféle receptet az első órába, és a második órába ezt nagy, nagy örömmel, ahogy mindig hallom, vissza elkészítik. Hát én azt mondom nektek, hogy én ezt a tortát kifejezetten most nekik ajánlom, és persze sok mindenkinek nehogy félreértsétek, csak tehát nekem a szívemnek ez egy kicsit nagyon, tehát nem kicsit nagyon jó érzés, hogy ilyenek vannak, és mondja a Peti barátom, hogy nagyon sokat emlegetnek engem, le is fogok hozzájuk menni, ezt is megígértem. Természetesen arról nem készítünk videót, mert na mindegy, tehát ez már egy másik technológiára nem szívesen beszélek. A másik fel az, hogy azonnal támadások ezrének lennék kitéve. Tehát mindegy, az egy videón kívüli látogatás lesz, a srácokat, lányokat meglátogatom. Főzök velük közösen egy nagyot, és akkor én is kitettem magamért, mint ők, hogy kitesznek magukért hogy tényleg minden alkalommal egy szoki receptet, édességet, kis desszertet, vagy bármiféle finomságot elkészítenek ebbe a kis kukta szakkőbe. Na, nem is húzom tovább az időt, fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el nagy jó egészséggel, láttátok, nem egy bonyolult, oda lehet állni, el lehet készíteni. Ha esetleg szeretnétek egy kis másféle krémet, vaníliakrém, diókrémet, vagy magyaró krémet bele lehet változtatni, lehet változtatni nem csokoládés lappal, sima vaníliás lappal, és lényegében olyan tölteléket tesztek bele, olyan krémes piccelitek föl, ami nektek szimpatikus. El is búcsúzom, sok jó egészséget kívánok nektek, találkozunk hamarosan, szavaztok!